Sok szeretettel köszöntök mindenkit innen Brüsszelből, ahol mai napon volt az EU Code Week nagykövetek és oktatási koordinátorok találkozója 17 nappal a Code Week, idei Code Week kezdete előtt, és hát ebben a webináriumban szeretném elmondani azt, hogy mi a Code Week, szeretném elmondani azoknak, akik még nem ismerik ezt a kezdeményezést, hogy miről szól, és el szeretném mondani, hogy mik az idei újdonságok, miben változott ez az immár 6. éves kezdeményezés, mik nem változtak, és mik változtak, nemzetközi szinten, meg hazai szinten is. És akkor kezdeném azzal, hogy ezen a képen a mai bővített csapat látható. Elárulom, hogy a képen összesen 4 magyar van. Aki megtalálja őket, az kap egy ajándékot, de nem könnyű megtalálni őket. Ami viszont nagyon érdekes, hogy ezen a képen az EU Code Week nagykövetek, az EU Code Week oktatási koordinátorok, ők új szereplők. Az EU Code Week szervezői a bizottság részéről, és középen hosszú fekete haj és fehér nadrág jellemzi őt, Mária Gabriel látható, aki az egyik EU biztos, mégpedig a digitális gazdaságért és társadalomért felelős EU biztos, aki meglátogatta a találkozót, azon nyomban fölvette a Code Week pólót, fotózkodott, majd tartott előadást is nekünk. Igazán érdekes és korszerű volt. Nézzük tehát, hogy miről szól a Code Week. Először olyanoknak lesz újdonság, akik még nem találkoztak ezzel a kezdeményezéssel. Ugye az alapvető cél az volt, amikor 6 évvel ezelőtt elindult a Code Week, akkor még csak EU Code Week-nak neveztük, vagy nevezték, mert Európában indult el, az Európai Bizottság javaslatára. A cél az, hogy a programozási ismeretek, a kódolás és az algoritmikus gondolkodás népszerűsítése, megismertetése megtörténjen, mégpedig úgy, hogy az érdekes legyen mindenkinek, és ha lehet oly módon, hogy interaktív legyen, hogy vegyenek részt az emberek a foglalkozásokban. Itt hangsúlyozni szeretném azt, hogy a Code Week nem egy iskolai projekt, tehát nem csupán iskolásokról van szó, amikor a népszerűsítésről van szó, de erről majd egy kicsit később. Látható itt Alessandro Boiolo professzornak a megfogalmazása, amely arról szól, hogy tulajdonképpen ma már a kódolás egyfajta nyelv, egyfajta kifejezési lehetőség, és a kódolás az, amivel ma alakíthatjuk a világot, és tulajdonképpen mindenkinek meg kell tanulnia ezt a nyelvet. Vannak, akik már tudják is, de nem tudnak róla, vannak, akik majd ezután kell találkozzanak ezzel. Legjobb lenne, az iskolában mindenki találkozna a kódolással, ez sajnos ma még nincs így. Ki szervezi az EU Code Week-et? Tulajdonképpen ez egy önkéntesek által indított és működtetett mozgalom, amelyeknek
amelynek az alapítói és mind a mai napig működtetői a Kódvik nagykövetek. Itt a képen egy korábbi találkozó képei látszanak. Nagyon szeretik itt a kollégák ugráltatni egymást, tehát ilyen ugrálós képből nagyon sok van nekünk. Ezen a képen is rajta vagyok, de ne keressetek meg. A kezdeményezést az Európai Bizottság támogatja, de elsősorban nem anyagilag, illetve valamilyen szinten a koordinációt igen, de az, hogy az országokban hogyan történnek az események, hogyan szerveződnek a kódolás népszerűsítő események, az mindenhol az önkéntesek, a helyi szervezőknek a dolga. És természetesen bárki szervezhet eseményt, tehát nincsen semmi megkötés, hogy kinek szabad Kódvik eseményt szervezni, bárki megteheti, és ha megtette, akkor érdemes azt regisztrálni a nemzetközi oldalon, amely a kódvik.eu címen érhető el, és itt látszik egy link is, ahol rögtön az eseményt regisztrálni is kell. Miért kell regisztrálni? Azért kell regisztrálni, mert így értesülnek mások is, hogy mi szerveztünk egy eseményt, így hozzájárulunk ahhoz, hogy minél ismertebb és népszerűbb legyen ez a kezdeményezés. Így tesszük föl saját magunkat, iskolánkat például a térképre, a nemzetközi térképre. Így találnak ránk, hogyha valaki eseményt keres, és így gyarapodik az események száma, amely Magyarországon kerül bejegyzésre. Majd később megmutatom, hogy ennek még jelentősége van, hiszen az országok között egyfajta versengés szokott zajlani. A maga a Kódvik honlapja megújult néhány nappal ezelőtt, sőt, jelenleg is dolgoznak rajta. Mi azt fogjuk rajta észrevenni, hogy egyszer csak majd magyarul lesz. Most olyan 12-13 nyelven érhető el, a magyar nincs közte, de hamarosan 27 nyelven elérhető lesz. A legfontosabb része az, ami most látszik, hogy ahol eseményt lehet regisztrálni, az tulajdonképpen egy ilyen űrlap, amin néhány angol felirat látható, de szeretném itt is hangsúlyozni, hogy mi nem kérjük senkitől, hogy angolul töltse ki, hanem mindenhova magyarul írjon, tehát az első sorban a címet magyarul, második sorban a iskola vagy a szervezet nevét, a descriptionnél, ahol ott olyan nagy hely van, ott pedig a leírást magyar nyelven. A leírás alapján tudja eldönteni a két hazai nagykövet, a Horváth Ádám és én, hogy az adott esemény illeszkedik-e a Kódvik szellemiségéhez, és mehet-e, és így tudjuk jóvá hagyni. Ezen kívül lejjebb még ilyen dátumadatokat, meg azt, hogy kinek szól, azt kell megadni. Érdemes használni a címkézést is, és van még egy rubrika, amiről meg később fogok beszélni. Ennyi a bejelentés tulajdonképpen, meg kell adni az elérhetőséget, és utána a bejelentett eseményről értesítést kap a két nagykövet, és hát elég gyorsan szoktunk reagálni, még hétvégén is. Úgyhogy hamar föl lehet kerülni a térképre. Mai napon elértük a 40 bejelentett eseményt Magyarországon. Kik vesznek részt a Kódvik eseményekben? Mint mondtam, az EU Kódvik mindenkinek szól, tehát egészen kisgyerekek, tanulók,
egyetemi hallgatók, felnőttek, idősek, szülők, természetesen a pedagógusok, mint a motorja az egész oktatásnak, könyvtárosok, vállalkozók, de akár politikusok is lehetnek szervezők és résztvevők is Code Week eseményeknek. Éppen ma hallottam, hogy itt Brüsszelben a bizottság és a parlament épületében kisgyerekek fogják programozni, tanítani a képviselőket és a különböző bürokratákat a Code Week ideje alatt, és bíztattak minket arra, hogy csináljunk mi is ilyet. Igen, erre bíztattak. Tehát bárki szervezhet, tehát ilyen Code Week eseményt, tehát biztathatjuk a szülőket, ismerős partnereket, cégeket, felsőoktatási intézményeket, tehát hogy lehet abban is gondolkodni, hogy nem csak iskolák szervezhetnek eseményt, mint ahogy ma felkerült az egyik első cég is, akik hagyományosan hirdetnek irodalátogatást Szegeden és Budapesten, érdemes megnézni, a térképen ott vannak, de van más is, egészen komoly programozási lehetőséggel kapcsolatos esemény is van felnőtteknek. Igen, az EPAM az, Zsuzsának mondom. De más cégek is lesznek, mi igyekszünk mindenkit elérni, aki eddig is részt vett ebben. Néhány érdekes szám, nem tudom, hogy ki mennyire figyelte ezeket az elmúlt években. 2013-ban még csak 26 európai ország vett részt, és körülbelül 10 000 embert értek el a Code Week nyomán. 14-ben 150 000 ember volt az elért szám, és 36 ország már világszerte. Ez azt jelenti, hogy már nem csak európai országok voltak benne. 2015-ben már Magyarország is komolyabb erőkkel vett részt, 570 000 ember, 46 ország. 2016-ban volt nekem is az első Code Week, ekkor már 970 000 ember és több mint 50 ország, és tavaly sikerült több mint 1 millió embert megmozgatni az EU Code Week-en. Hát ennél sokkal ambiciózusabb célok vannak, majd erre is ki fogok térni. Valóban fontos lenne minél több emberrel megismertetni ezeket ezt a világot, a digitalizáció világát, konkrétabban a kódolást. Egy újdonság következik, ami eddig nem volt. Ettől az évtől a European Schoolnet is bekapcsolódik az EU Code Week szervezésébe és népszerűsítésébe. Annak okán is, hogy komoly EU dokumentumok említik már a Code Week-et, majd mindjárt fogom említeni konkrétabban is. Ezért a European Schoolnet és egy kommunikációs cég, a GOPA, csatlakozott a Code Week szervezőihez, és különböző feladatokkal segítik itt a munkát. Az egyik újdonság az, hogy a European Schoolnet bevont úgynevezett oktatási koordinátorokat, a minden országból egyet, ezek az oktatási koordinátorok tulajdonképpen a tagországok, mármint a European Schoolnet tagországok
minisztériumait, oktatási minisztériumait, melyik országban hogy hívják, de hogy az annak megfelelő intézményt képviselik, ugyanis az a cél, hogy sokkal több iskolát, diákot, tanárt vonjuk be a Code Weekbe, és hát vannak olyan országok, ahol a nagykövetek nem ennyire szorosan kapcsolódnak a tanárokhoz és az iskolákhoz, mint nálunk. Ezért van, ahol ez nagyobb segítség, nálunk is fontos, de tulajdonképpen nem olyan nagy, nincs szükség olyan óriási segítségre ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk az iskolákkal és a pedagógusokkal, hiszen ezt már évek óta tesszük az IVS idejében, és most a DPMK által szervezett időszakban, hiszen a digitális témahetet is mi szervezzük, és van már kapcsolatunk mind az EMMI-vel, mind az OH-val, és mind pedig veletek, tanárokkal és iskolákkal. Mindazonáltal fontos segítség és kapcsolat az oktatási koordinátor. A magyar oktatási koordinátort úgy hívják, hogy Csordás Ildikó, szerintem szinte mindenki ismeri, itt, ahogy látom a neveket. Ő az oktatási hivatalnál dolgozik, aki engem régebb óta ismer, az ismeri Ildikót, és tudja, hogy együtt dolgoztunk az edukációnál annak idején. Ez azt jelenti, hogy a Sulinet portálon is megjelennek ezek az információk, és az oktatási koordinátorok segítik a közösség bővítését, a kommunikációs csatornákon minél több információ eljuttatását. Tulajdonképpen ez létrejött, és van egy ilyen school@codeweek.eu cím, ahol a European Schoolnet-en lehet erről a témáról levelezni, de ha kérdés van, akkor természetesen mi is biztos segítünk, tehát nem olyan vészes a helyzet. Említettem, hogy az EU tulajdonképpen nem csak úgy finoman kedveli a Code Week-et, hanem ahogyan látszik, a digitális oktatási cselekvési tervben nevesítve van, ez egy olyan dokumentum, ami tavaly ősz végén született meg, és 2018 elején jelent meg, és hát ebben külön nevesítve van az EU Code Week, és az, hogy minél több iskolavezetőt is érjünk el, és a pedagógusok érdeklődését felkeltsük a digitális oktatás iránt, és ahogyan látszik, a cél az általános és középiskolák 50%-ának elérése Európában 2020-ra. Ez nem kis célkitűzés tulajdonképpen, és hát az előbb említettem, hogy a European Schoolnet is besegít, de igazából van egy olyan projektje a European Schoolnetnek, ami már a korábbi években is kapcsolódott a Code Weekhez európai szinten is, és Magyarországon is. Ez ugye mindenki ismeri, az eTwinning. Az eTwinning biztosítja nekünk ezt a felületet is, itt a webinárium felületet. Úgyhogy az eTwinning az, amire igazából lehet majd építeni, mert az iskolák tömegei, tanárok, diákok tömegei ott fognak igazából csatlakozni, vagy az tud szinergiában lenni az EU Code Week-kel. Tehát most már, hogy a digitális oktatási cselekvési tervbe bekerült, nem csak egy kellemes kezdeményezés, hanem nagyon komoly nevesített projekt, nagyon komoly időszak, ami az őszt jellemzi, és hát ahogy a digitális témahétnél is szoktuk mondani, az EU Code Week-nél is hangoztatni szoktuk, hogy az lenne a cél, ha minden hét Code
week lenne, minden hét kódolási hét lenne, és tulajdonképpen nem lenne szükség külön kódolás, külön code weekre. A digitális témahéttel is ez a helyzet, de még ott is, még itt is, még messze vagyunk ettől az állapottól. Egy másik újdonságról is szeretnék röviden beszámolni. A European Schoolnet úgy döntött, hogy azzal akarja segíteni a Code Week ismertségét a tanárok és a diákok és az iskolák körében, hogy úgynevezett leading teacher-öket választ ki, amely hát nagyon nehezen tudjuk fordítani, a vezető tanár kifejezést választottam, de ma sokakkal beszéltem, magyarokkal is, és nem magyarokkal is, más országokban is probléma lefordítani. Ugye, ha egybeírnám, hogy vezető tanár, az meg mást jelent, óvatosan még ezzel a kifejezéssel. Ezek a leading teacher-ök olyan emberek, akik népszerűsítik tevékenységükkel, népszerűsítik a Code Week-et. Ők maguk is szoktak eseményt szervezni, megosztják a saját jó gyakorlataikat, készítenek akár óravázlatot, vagy előadást tartanak. Itt jól tudjuk, hogy vannak ilyen tanárok, és a nagyköveteket a European Schoolnet felkérte arra, hogy jelöljünk ilyen vezető tanárokat. Az oktatási hivatalt meg arra kérte, hogy terjessze, hogy lehet jelentkezni erre a dologra. Na hát az érdekes, ez a kettő nem teljesen ugyanazt jelenti. Mi jelöltünk 9 tanárt, ezek egy része, ezen kollégáknak egy része itt van most a külön köszöntöm őket. A mai napon nem sikerült megtudnom, hogy pontosan mikor fogja eldönteni a European Schoolnet, hogy akkor kik lesznek ezek a tanárok. Állítólag van olyan ország, ahol 50-en jelentkeztek, nem tudom, hogy hogyan fogják ezt kezelni. Úgy gondolom, hogy ennek a hétnek a végére azért mégiscsak valami lesz ezzel. A számotokra az az információ, hogy lehet, hogy lesznek ilyen tanárok, akik ugyanúgy, mint eddig segíteni fogják ennek a gondolatnak, ennek a szellemiségnek a terjedését. Ezek mind olyan tanárok, akik gyakorló tanárok, és általában részt vesznek majd ilyen nemzetközi kapcsolatokban is, meg különböző lehetőségekhez jutnak, amikről én még nem tudok pontosabbat, és tartok tőle, hogy a European Schoolnet sem. De mindenesetre szeretjük őket, ezután is fogjuk, na most, hogy lehet benne lenni a Code Week-ben? Hát úgy, hogy szervezzünk saját eseményt. Felmerül a kérdés, hogy egy iskola esetében mit nevezünk kódolási eseménynek. Például egy tanórát annak nevezünk-e. Ugye itt sokkal könnyebb a helyzet, mint a digitális témahétnél. Itt nem egy egész projekttel lehet jelentkezni, hanem egy tanórával is lehet jelentkezni. Én azt szoktam mondani, hogy az a tanóra lehet Code Week esemény, amit kifejezetten a Code Week miatt tartunk úgy, ahogy, és a tartalma is kapcsolódik a Code Week-hez. Tehát ha épp Scratch-et tanítunk informatika órán, és kinézünk az ablakon, és rájövünk, hogy jaj, Code Week van, az nem biztos, hogy egy Code Week esemény, de hogyha mondjuk a gyerekek tanulnak Scratch-et informatika órán, és a Scratch-et beviszik egy másik órára abban az időszakban, mondjuk matematika, vagy biológia, vagy földrajz, vagy töri órára, na az már igen, vagy hogyha informatika órán valami olyasmit tesznek, amit máskor nem szoktak, de most a Code Week kedvéért valami plusz. Ezt nagyrészt szerintem el tudják a tanárok dönteni.
Úgyhogy ezzel nem sűrűn szokott probléma lenni, de én szerintem így korrekt. Mondom ezt annak ellenére is, hogy rendkívül fontos nekünk, hogy minél több eseményünk legyen. Ezzel azt is szeretném mondani, hogy ha valaki mondjuk több eseményt is szervez mondjuk egy nap, akkor azt többször jelentse be, tehát több eseménynek jelentse be, ha az több csoportnak van. Tehát ha valaki egész nap tart érdekes bemutatót diákcsoportoknak, különböző csoportoknak, akkor azt bejelentheti több eseményként is az nekünk és az országnak, az ország hírének. Természetesen nézni lehet a térképet, és más eseményen is részt lehet venni. Érdemes előadót hívni, szülőket például, vagy öreg diákokat, akik eljönnek az iskolába, és tartanak egy előadást arról, hogy milyen ma programozónak lenni, hogyan történik ma a programozás, a kódolás, mi történik, mik a trendek, ugyanis ez nagyon fontos a pályaválasztás, pályaorientáció szempontjából, mert nagyon sokan nem tudjuk már, hogy mi történik, milyen egy programozó munkája. Ha egy asztalosra gondolunk, akkor jobban el tudjuk képzelni, ha bár asztalos ugyanúgy nincsen, mint programozó, de nem tudom, asztalos víken beszéljük meg, most nem erről beszélünk. Hogyha valaki szervezni szeretne saját eseményt, akkor természetesen megkereshet minket, illetve a honlapon, a codewig.eu-n talál egy resources oldalt, és ott letölthetők logók, grafikák, PPT hátterek, például ez, amit én most itt használok, ennek a PPT-nek az angol változata is, és rengeteg minden, ami segít a szervezésben vagy a népszerűsítésben. Tehát például, ha valaki azt mondja, hogy ő szeretne pólókat nyomtatni a gyerekeknek, akkor ott van a logó, nyugodtan rá lehet tenni, a Codewig összes grafikája nyugodtan használható. Ha valaki kitűzőt szeretne nyomtatni a gyerekeknek, akkor van egy kör alakú Codewig logó is. Ez újdonság, idén van először, hogy ilyen szépen minden elérhető, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Érdemes megnézni, több csoportba tömörítve szépen le van töltve. Sokféle népszerűsítő grafika is van, és van egy magyar nyelvű brosúra is, ami egy négy oldalas kis fizetecske. Említettem, hogy nagyon nézzük az országok közötti sorrendet. Ugye, most így nem látom pontosan, de itt Romániából és talán még Szlovákiából is van kolléga. Ott is van Codewig, ott is vannak helyes, kedves nagykövetek. A mi helyezésünk, hát most már talán kilencedikek vagyunk, nem tudom, mert a napközben többször néztem, de 41 körül van az eseményeink száma. Hát lehet látni, hogy lakosság arányosan van ám ez, tehát Málta 29 eseménnyel nagyon keményen tartja az első helyet, de eddig még mindig az első 10-be végzett Magyarország, tavaly eléggé előkelő helyen, úgyhogy nagyon szeretnénk idén is ebben a körben mozogni. Ez kizárólag egy dolgon múlik rajtatok, hogy mennyi eseményt szerveztek, és mennyit jelentetek be, és hát tulajdonképpen ebből az látszik, hogy Magyarországon mennyire ügyesek, mennyire tartják fontosnak a kódolást a tanárok is, és így majd a diákok is. Néhány ötlet. Ugye mi itt Codewig webináriumokat fogunk tartani,
Mindjárt jövő héten lesz talán kettő is, de egy, ami biztos, hogy 26-án, szeptember 26-án Bognár Amália fog webinárium előadást tartani. Ő is itt van a résztvevők között most, és ő kifejezetten olyan témákat fog feszegetni, hogy mit csináljunk akkor, ha kódolással, algoritmikus gondolkodással akarunk foglalkozni, de nincs számítógép, vagy nem jutunk el a számítógéphez, vagy még kisebbek a gyerekek, és így tovább. No, hát vannak ilyenkor offline lehetőségek, erről fog Amália beszélni. Én csak egyet említek itt, ami már régi Code Week szereplő Kodi Robi. Ez a Kodi Robi, ez egy ilyen kártyacsomag, ez látszik ott a jobbra fönn, ez a sárga, zöld és piros kártya. Ezt az olaszok Bojoló professzor fejlesztették ki. Ki lehet nyomtatni, nagyon kis, egyszerű, cuki, lehet kártyajátékként is játszani. És hát van most már többféle verziója is. Például van erre építve egy Code Hunting Game nevű kódvadászat tulajdonképpen, ami tavaly volt először. Nem tudom, van-e itt valaki, aki emlékszik arra, hogy tavaly volt Code Hunting, ilyen kódvadászat, ami azt jelentette, hogy a gyerekek mobiltelefonnal keresgették a különböző feladványok helyét, ilyen QR kódokat, és a Telegram nevű applikáción keresztül, na látom, igen, vannak, akik emlékeznek, a mobiltelefonra feltelepített Telegram applikáción keresztül egy robot, vagyis egy bot kommunikált velük, és úgy lehetett megoldani feladatokat. Beszéltem ma az olasz szervezővel, és azt ígérte, hogy idén is lesz. Úgyhogy azért mondtam el ezt hosszan, mert minden bizonnyal lesz, és azt mondta, hogy nagyon örül, hogy a magyarok ennyire lelkesek voltak, mert mi voltunk a legsűrűbbek, vagy hogy mondjam, nálunk volt a legtöbb érdeklődő, úgyhogy minden bizonnyal lesz, de még majd rágom a fülüket. Természetesen vannak olyan programok, amelyek működnek egész évben, de most külön lehet rájuk építeni, ilyen a robotcsámborgás, vagy a mikrobit botorkálás, és még van hasonló program, tudom, hogy több is, ahol így vándorolnak a robotok vagy eszközök iskoláról iskolára. Van, ahol versenyeket, vetélkedőt, pályázatot írnak ki, vagy saját akadályversenyt szerveznek. Tehát nem muszáj egy szokványos tanórában gondolkodni, és hát meg lehet hívni külsősöket, vagy el lehet menni egy olyan helyre, ahol érdekes dolgok láthatók. Vannak most már élményközpontok Magyarországon, úgyhogy érdemes őket is kérdezni, keresni. Győrben nem kell keresni, mert a Mobility nevű digitális élményközpont már meg is hirdette a programjait, úgyhogy a digitális témai tanári fórumban már láttátok, vagy láthatjátok, vagy nézzétek meg Amáliának a hirdetését, és bizonyára lesz majd Fehérváron is az Alba Innovárban valami program, ezt nem tudom, csak gondolom, és hát máshol is az országban. Vagy ha valahol nincs, akkor amikor megkérdezitek, akkor lehet, hogy majd lesz. Tehát inspirálni is lehet a dolgot, hogy ugye tudjátok, hogy Code Week van, szerveztek-e valamit. Következik a Code Week for All kihívás, ez a legnagyobb újdonság, ami idén, vagyis szerintem a nem a legnagyobb, de a legizgalmasabb és legérdekesebb.
Ez pedig az, hogy ez korábban is létezett, de másképp. Tehát a Code Week for All kihívás azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy ilyen oklevelet lehet szerezni a bizottságtól, akkor, hogyha valaki eseményt szervez, mégpedig úgy, hogy vagy, tehát mindenképpen együtt kell működni másokkal, oly módon, hogy amikor beregisztrálja valaki a saját eseményét, akkor kap egy kódot, egy Code Week for All kódot. Ez csak ő látja. Ezt a kódot meg lehet adni másoknak, és amikor csatlakoznak ők is az eseményükkel, beírják ugyanazt a kódot. Na most, hogyha ezzel az azonos kóddal létrejön minimum 10 közös esemény, vagy minimum 500 résztvevő diák, vagy 3 együttműködő ország, és ezért is nagyon jó, hogy most külföldi kollégák, külföldi, de magyar kollégák is vannak velünk, akkor el lehet nyerni ezt a Certificate of Excellence-t, tehát egy ilyen szép oklevelet. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy jó lehetőség, úgyhogy ajánlom figyelmébe azoknak, akik ez iránt érdeklődnek. Talán ez egy jó lehetőség, én azt gondolom, hogy újdonság, nagyon jól harmonizál az e-twinninggel is, az együttműködés nagyon erősíti, és azt, hogy minél több diákot vonjunk be. A következő, ez tulajdonképpen nem újdonság, hiszen tavaly már volt ilyen, de meghirdetjük idén is a flashmobot. Ugye ez azt jelentette tavaly, hogy úgy köszöntöttük az 5 éves kódvéket, hogy lehetett egy ilyen multi flashmobhoz csatlakozni. Ez azt jelentette, hogy inkább ugrok egyet. Hogy adott betűket kellett megformálni ilyen módon, mégpedig úgy, hogy a gyerekek megformálták az adott betűt, és valahonnan fölülről jó minőségben le kellett fényképezni, és egy ilyen fehér A4-es lapot tartottak a gyerekek a fejük fölé. Ennek két értelme is volt. Az egyik, hogy így kevéssé látszott az arcuk, már ha úgy tartották. Másrészt pedig egy sokkal jobban látszódott az alakzat, hogy az milyen betű. Itt egyet választottam, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola D betűjét mintának, és akkor itt annyi a megkötés, hogy idén 35 iskola vehet részt ebben, mert ennyi betű van, ami a felirathoz, amit a feliratban, amit kitaláltunk, és érdemes majd figyelni, hamarosan kitesszük a részvételi lehetőségeket. Annyi, hogy lesz majd egy minimális létszám, amivel lehet részt venni. Fontos, hogy jó minőségű képeket kell beküldeni, tehát valóban felülről legyen, valóban ne legyen a képen más, és így tovább. CodeWeek esemény ez, hát hogyha a gyerekeknek elmondjuk, hogy miért csináljuk, minek keretén belül, miről szól a kódolás, akkor CodeWeek esemény ez is, bizony. Na, én is kaptam kérdést, már azt hittem, hogy már én nem is kapok kérdést, csak egy valami másról van szó a csendben. Bárkik részt vehetnek, egyetemisták is nagyon szívesen, akár úgy, hogy az egyetemisták maguk, de akár úgy, hogy összekapcsolódnak és gyerekekkel dolgoznak együtt.
mind a kettő. Akár idős emberekkel is lehet kódolni, az is kódvikesemény, nincsen megkötés. Nagyon nagy öröm, ha sok korosztály vesz részt. Tehát ez kódvikesemény lehet, úgyhogy ajánlom, és úgy fogjuk megcsinálni a flashmobot, a magyart, azért mondom, hogy van létszámkorlát, vagy minimum létszám, mert ebből egy Code Week for All kihívást fogunk kreálni, és akik részt vesznek ebben, azok automatikusan megkapják az oklevelet. Ebből egy YouTube videó szokott készülni, ha valaki nem látta a tavalyit, írja be a YouTube-on, hogy Code Week Flashmob Hungary mondjuk, és meg fogja találni. A flashmob műfaja szabad, bárki csinál saját maga is az iskolán belül ilyeneket, úgyhogy ez lehet. Mutatok egy kis ötletet, hogyha összegyűlünk a gyerekekkel, és még nem fotózunk, akkor mit lehet csinálni. Ezt ma láttam, ma kipróbáltuk ott a megbeszélésem, úgyhogy gondoltam, gyorsan itt lerajzolom. Ez egy úgynevezett router játék. A tanár az a lila ott elől, és a gyerekeket így kell ilyen legyezőszerűen tulajdonképpen elhelyezni, nem muszáj nagyon szimmetrikusan, tehát ahogy így gyorsan megcsináltam, így nagyjából jó. Persze minél több ember van, annál jobban működik. Mi voltunk legalább 50-en, úgyhogy az egész jó látványos lett. Tehát ott állnak az emberek, és a tanár megkéri a gyerekeket, hogy guggoljon le mindenki. És a tanár megfordul, és a mögötte levő gyerekek közül, akik így a közelében vannak, közvetlen mellette, azoknak megérinti mondjuk a fejét, és akiket megérint, azok fölállnak. Ők szintén megfordulnak, és a mögöttük levő embereknek megérintik azoknak a fejét, akik csak a közvetlen szomszédaik. Ha egy van, akkor egy van, ha kettő, kettő, és mindig figyelni kell, hogy ki az, aki az én fejemet megérintette, mielőtt én fölálltam. Utána mindenki folytatja dolgát, így tovább, 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 amíg az egész társaság föl nem áll. És akkor, vagy előtte, vagy utána, mondjuk a két zöld színű gyereknek odaadunk valamit, és megkérjük, hogy adják oda annak, aki megérintette a fejüket korábban. Majd azt is kérjük, hogy aki megkapta a valamit, adja oda annak, aki megérintette a fejét, és így tovább. És ennek az lesz az eredménye, hogy a két zöld helyről elinduló tárgyak, azok mind a lila tanárbácsi vagy tanárnéni kezében landolnak. És hát ezzel lehet mutatni azt, hogy tulajdonképpen egy router is ponttól pontig vezeti az információt, hogy úgy mondjam. Ez egy jópofa kis játék, amivel egy kicsit, hogy mondjam, meg lehet mozgatni a gyerekeket, és közben lehet erről beszélni, de egész más elmondani, és egész más csinálni. Úgyhogy ha van kedvetek, próbáljátok ki. Mi élveztük nagyon, mi mobiltelefont küldtünk hátulról előre, az elég jó volt. És hát ugye célba. És akkor még egy újdonsággal szolgálnék, tehát hol érhetők el itt a Codeweek-kel kapcsolatos információk? Hát ugye van a központi weboldal, a codeweek.eu, és magyarul pedig a dpmk.hu/codeweek oldalon lehet magyarul is találni információt. Ott van a YouTube, ahol két csatorna van most már, a digitális témahét,
és a Code Week Hungary, mind a kettőn elérhetők lesznek a videók. Nyilván a digitális témahéten sokkal több videó van, ott ugye a digitális témahét videó is ott vannak, és azok is nagyon jók, ajánlom. A Facebookon ott van a digitális témahét tanári fórum, pár kisebb csoport, illetve ma bejelentették, hogy lesz egy nagy Facebook csoport, egy nemzetközi Code Week csoport, hát ezt majd megnézem, hogy ez működőképes lesz, ezért ide se hírtam. És újdonság, hogy a Twitteren is megjelent Magyarország, van egy ilyen, hogy Code Week Hungary, aminek a Code Hungary a user neve, úgyhogy kérek mindenkit, aki egy kicsit is twitterezik, az kövesse a Code Hungary-t és a Code Week EU-t is, és aki szeretné, hogy mindenki tudja, hogy amit ő csinál, az a Code Week-hez kapcsolódik, kérem, hogy használja az új hashtaget, ami ott fönt vastaggal van a címben, ez pedig a Code Week. Korábban a Code EU meg a Code Week EU hashtagek voltak, most egységesítik, és Code Week a hashtag, ez is mai információ, úgyhogy egészen friss, én is mindenhol majd áttérek erre. Azért ajánlom a Twittert, mert a Facebooknál sokkal értelmesebb hely, sokkal több információ van, és jobban le is szűrhető, mint a Facebookon. A Facebookon a szakmai csoportok persze egy részük nagyon jó, úgyhogy azt is persze ajánlom mindenki szíves figyelmébe. És hát köszönöm szépen a figyelmet, én ennyit szerettem volna így előjáróban elmondani, és biztatok mindenkit arra, hogy szervezzen minél több eseményt, és induljanak a bejegyzések is. A webináriumok pedig hamarosan most már konkretizálódnak, mai napon ki fogom tenni már a Amália 26-ai webináriumának a hirdetését, és még jövő hétre biztos lesz egy, és még van néhány a tartsolyban, de mi keresünk előadókat, hogy minél több érdekes téma legyen. És akkor jöhetnek nyugodtan a kérdések, hogyha van.